6 önkormányzati tűzoltó parancsnokság működik megyénkben, Tiszavasváriban, Újfehértón, Ibrányban, Szakolyban, Vásárosnaményban és Csengerben. Közel 150 ezer ember várhatja őket elsőként, ha baj van, így jelentős szerepük van a megye tűzvédelmében. Ezeket a szervezeteket segítette a belügyminisztérium által idén már második alkalommal kiírt központi eszközfejlesztési pályázat. Országosan 225 millió forint került szétosztásra. A megyebeli 6 önkormányzati tűzoltóság mindegyike pályázott, és mindegyike nyert is ezen a pályázaton, közel 22 millió forint értékben. Ez a 22 millió forint különböző eszközökre fog majd fordítódni, technikai eszközök beszerzésére, szakfelszerelések, kiegészítő felszerelések, műszaki mentés eszközei, EDR rádió, és van olyan önkormányzati tűzoltóság, amely gépjármű fecskendőjének felújítására nyert ezen a pályázaton. A bírálóbizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség által delegált tagok is részt vettek. A támogatásra vonatkozó javaslatokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató hagyta jóvá. Hivatásos társaikhoz hasonlóan az önkormányzati tűzoltóknak is nagy szükségük van az ilyen fejlesztésekre. Ezek a tűzoltóságok ugyanazt a feladatot látják el, mint a hivatásos tűzoltóságok. Napi 4 fővel és 1 gépjármű fecskendővel állnak készenlétben, és adott esetben ugyanazt a tűzoltási és műszaki mentési feladatot kell, hogy ellássák ugyanazon a szakmai színvonalon, amelyek a hivatások által megkövetelt. Az ő felszereléseik, eszközeik, szakfelszerelések ugyanúgy kopnak, ugyanúgy amortizálódnak, tehát ezeket is pótolni kell, adott esetben javítani, felülvizsgáltatni és ellenőrizni kell. A mostani pályázat keretében 60 szervezet kapott támogatást, miután a kiírás feltételeit sikeresen teljesítették. A központi költségvetésben egyébként tavaly jelent meg új elemként az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztési támogatása.